geopolitikákat, a mai világ döntéshozatalát, egy ember nevét kellene említeni, de ezt most nem teszem, nagyon meghatározza a pillanatnyi lélektani hullámzás is, gondolkodás is, viselkedés, olyan nagyon, hogy szinte hihetetlen követni, hogy holnap mi lesz, milyen döntést hozott, illető nagy ember a világ számára. Úgyhogy én három kérdést érintenék. Az első a jövő hat kihívása, a második a közgazdaságtan szemléletének megújulása, annak irányai általános szempontból, a másik pedig az új megatrendek értelmezése a mai világban, hiszen ezek a kitekintések, a jövő hat kihívása és a megatrendek, ugye, az nagyon-nagyon szorosan összefügg a közgazdaságtannal, a közgazdasági gondolkodással. Úgyhogy nem hiszem, hogy csak arról kellene beszélnünk, és tulajdonképpen ezek határozzák meg véleményem szerint azt, hogy egyrészt meg kell újítani a közgazdasági gondolkodást is, másodszorban milyen irányokban van erre szükség. Nézzük az elsőt, a jövő kihívásait. Az első kihívás a jövedelmi és vagyoni egyenlőtlenségek a mai világban. Igen. Tulajdonképpen ez egy globális jóléti piramis, ami azt mutatja nekünk, hogy, tessék csak megnézni, a világ népességének 70%-a van az alsó részén a piramisnak, és a világ globális vagyonából ez a 70% népesség lakosság részesedik 2,7%-kal. Nézzük meg fent a piramis csúcsát. Ott a lakosság, a világ lakosságának 0,7%-a van, és ez a 0,7% rendelkezik a globális összvagyon 46%-ával. Közben még vannak figyelemre méltó adatok. No, de hát ez a mai világ vagyonképpen hihetetlen aránytalanság és hihetetlen ellentmondás. És ezt hozta létre a világgazdaság és annak fejlődése az elmúlt évtizedekben, sőt, évszázadokban, ha úgy tetszik. A vagyoni és jövedelmi különbségeket egy másik ábrával is bemutatnám. Igen. Ez egy olyan ábra, kicsit bonyolultnak tűnik, hogy szembesíti a GDP per fő mutatóval mért országpozíciókat egy másik indexel, mutatóval, amit Jones and Clino dolgozott ki, és ők a GDP per egyfőre jutó jövedelem szinteket országonként kiigazították, beleszámoltak olyan szempontokat is a ország GDP per fő mutatóba, hogy milyen hosszú az élet az adott országban. Második szempont volt, hogy a halálozás hogyan alakul az adott országban. A harmadik szempont volt a több vagy kevesebb szabadidő az egyes országokban. Ha ezekkel a szempontokkal korrigálják a GDP per fő mutatót, akkor tulajdonképpen, és ha viszonyítják az Egyesült Államok egynek tekintett pozíciójához vagy szintjéhez, akkor mit látunk? Azt látjuk, hogy a nyugat-európai országok a szaggatott vonal fölött a jobb oldali részben tulajdonképpen
közelebb vannak az USA-hoz, az USA szintjének a 85-90%-át közelítik meg a kiigazított mutatóval, és a GDP mutatóval pedig csak 70%-át mutatja a nyugat-európai országoknak a csoportja az USA GDP per fő mutatójához képest. Tehát csak egy kis szolid kiigazítás történt a GDP per fő mutatóval mérőszámmal, és már jelentős differencia van a nyugat-európai országok ott fönt, a jobb oldali részben, és az Egyesült Államok között. Most a többi országnál is a GDP van, ahol sok országban felülméri a jólétet, tehát magasabb a GDP-vel mért mutatószám, mint a kiigazított, másod pedig alulméri a jólétet. Tehát ez a kis egyszerű két index játék, összehasonlítás bebizonyítja, hogy amit már persze tudtunk sok oldalon is, de ez most minden ország el van rendezve ebbe a ábrában, hogy hol a GDP hogyan torzít az egyszerű GDP per fő mutatószám, mint jóléti mutatószám, mert sokan annak tartják, egy kiigazított mutatóhoz képest. Tehát megállapíthatjuk, hogy a borzasztó nagy jövedelmi és vagyoni különbségek ugyanakkor egy másik jelentős problémával is kapcsolatban vannak, az, hogy mivel tudom mérni ezt az elmaradottságot, a szegénységet egymáshoz viszonyítva az országokat. Tehát a GDP semmiképpen nem pontos, elfogadható mutatószám. A másik kihívás. Nézzük meg, hogy a nagy gazdasági gyorsulás, ami lezajlott az elmúlt évtizedekben, vagy akár évszázadokban is, milyen eredményt hozott az úgynevezett ökológiai lábnyom szempontjából. Azt látjuk, hogy a természeti erőforrások vagy biokapacitás kihasználtsága az nagyon nagy fokú a világban, egy globális jelenség, a biokapacitása, szennyezés, stb. A legelők a természeti állapotnak a mérőszáma. A Föld egészére az jellemző, legalul látjuk, 1,75, hogy a biokapacitást körülbelül dupla mértékben veszi igénybe az emberi tevékenység. Ugye nem egy, az volna, amikor egyensúlyban van a biokapacitás és a kihasználása a kapacitásnak, hanem 1,75, akkor azt jelenti, hogy közel két földre lenne szükség valójában az emberiségnek, majdnem közel két földre is van egy. Úgyhogy ez bizony mutatja a környezeti ökológiai pozíciót, a mai helyzetet a mai világ számára, és ezzel a közgazdászoknak nagyon komolyan kell számolni és figyelembe kell venni. Japánban, tessék megnézni, Japánban 7,7 az ökológiai lábnyom. Ez azt jelenti, hogy 7-szeresen akkora kihasználás van, mint ott a japán természeti ökológiai kapacitás, a biokapacitás. Közben látjuk a fő országokat, Indiában, USA-ban is duplája, tulajdonképpen majdnem minden kettő fölött van ezekben a fő meghatározó országokban. Másik ügy, amit itt nézzünk meg, hogy az emberi biztonságos létezésnek milyen határai vannak. Itt egy felmérés eredményeit látjuk, és ezt a szerzők végezték. Itt látjuk, hogy a klímaváltozás és általában a környezeti változások milyen területen
értékel az emberi létezés határait, és hol lépnek ebből ki. Tulajdonképpen a piros jelzi, hogy a bizonytalansági zónán túl magas kockázat esetével állunk szembe. Ilyen például a genetikus diverzifikás esete, ilyen a foszfor szennyezés, a nitrogén szennyezés, elsősorban ezek. A földhasználatnál, a édesvíz használatnál, stb. Ott nem jelez semmit, tehát ezek azok a létezés határait már fenyegető területek, tehát a foszfor, a nitrogén szennyezés és a genetikus diverzitás. Ennyit a második kihívásról. A harmadik kihívás a világ népességének a növekedése. Nézzük csak, 1950-ben a kis kömbünk van, szemben a 2050-re becsült népességgel. 2,5 milliárdról a népesség az ENSZ középstratégiája szerint 9,7 milliárdra nő. És hogy osztik ez meg régiónként? Hát nagyon karakterisztikus ez. A színeket én itt nagyon nem jól látom. Ázsia az 55% volt 1950-ben, igen, és Ázsia 60-ra nőtt 2015-re, tehát mondjuk jelenre, és 2050-re pedig 54-re, mintha egy kicsit ez az arány visszaesne. Tehát Ázsia a nagy népesség földrész, hát első a Kína és India következtében. És figyelmet érdemel még Afrika. Afrika 1950-ben volt 22, jól látom, a zöld, ugye? Igen. 2015-ben 10% és 2050-ben 7% az arány. Nos, tehát a struktúra is változik földrajzilag egy jelentősen azért, de nem olyan nagyon-nagyon. De a létszám az érdekes, hogy tulajdonképpen 2-5-ről ilyen rövid időben viszonylag 100 év alatt meg majdnem meg négyszereződik a föld lakossága. Na most itt is van egy úgynevezett függőségi figyelemre méltó ráta probléma. Itt ezzel azt mérjük, hogy a 64 év fölötti népesség száma hogyan viszonyul a 15 és a 64 éves lakosság számához. Ez a munkaképes korú népesség, 15 és 64. És mit látunk? Hogy a világban 13, ez 2015-ben 13 volt ez a függőségi ráta nagysága, ami 2050-re meg fog duplázódni, tehát 13 helyett 25 lett. Igen. Ez azt jelenti, hogy 100 munkaképes emberre 13 jutott a világban 2015-ben. És ez megduplázódik 2050-re, 25 lesz, hát nem 26, 25. Igen. Tehát ez azt jelenti, hogy akkor 100 embernek 25 embert kell eltartania, akik hát időskorú nyugdíjasok. Most itt van jobbra, mindjárt mellette Afrika. Afrikában borzasztó kicsi ez az arány, 6% volt és 9%-ra nő csak. Mert borzasztó nagy a népesség szaporulat, ugye, emögött. Nézzük Európát. 15-ben 26 jutott, 26 idős ember jutott a munkaképes korú, 100 munkaképes korúra, és ez
gyakorlatilag megduplázódik 2050-re. Tehát ez a folyamat, ami most itt számunkra meghatározó. Tehát Európa számára jelent legnagyobb problémát az elöregedés, ebből a számból egyértelműen látszik. Utána a második legjobban érintett ebből a szempontból Észak-Amerika, aztán megy szépen le a trend, a Latin-Amerika, Óceánia, stb. Nos, ez később látni fogjuk majd, hogy milyen gondokat fog okozni számunkra és a világ számára. A következő kihívás a lépéstartás a digitális technológiai fejlődéssel. Itt sok mindent lehetne felhozni, én csak a munkaerőpiaci megítélésre adott egy felmérési eredményt vagy választ ismertetnék. Ezt a felmérést Ausztráliában végezték, megkérdezték az embereket nagy mintával, hogy miként várják, hogy a gépekhez milyen viszonya lesz az embernek és mint munkavállalónak. 78%-a úgy vélekedett a válaszadóknak, hogy a gépek azok kiegészítik a most folyó termelési folyamatokat, a munkaerőt, tehát nem vészes a helyzet a jövőkép. De azért árnyalják ezt a viszonylag pozitívnak várt jövőképet, az, hogy 85%-a a válaszadóknak úgy vélekedett, hogy ha az embert képzi magát, készségeit fejleszti, ismereteit bővíti, akkor helyt tud állni a jövő munkaerőpiacán. Menjünk tovább. Ugyanakkor a megkérdezettek 50%-a, tehát durván fele úgy vélekedett, hogy az automatizálás nem vált ki sok munkahelye, tehát ilyen 50%-os a tőke és a munka helyettesítési arány, vagy a arányának az alakulása. A 34% azt jelzi, hogy a robotok, mesterséges intelligencia viszont képes lesz arra, hogy ők azt mondták, hogy új munkahelyet teremtenek az ember számára. Tehát ez is egy kicsit kevésbé szigorú válasz, mint amit ugye a köztudatban hát ismerünk, és nekem személyes véleményem is az, hogy ez ennél keményebb lesz ez az ügy. Na most a munkakeresés ideje megnő, hát 69%-ban válaszolták úgy, hogy nehéz lesz elhelyezkedni, szóval a munkát bonyolultabb lesz majd találni a különböző embereknek és képzettségű embereknek. Ennyit a digitális technológiáról, munkaerőpiaci oldalról. A másik kérdés, hogy az adatkezelés, az adatműveleteket, hát hogyan, milyen kockázatok vannak. Itt a kockázatok, 7 hetet azonosíthatunk a Nemzetközi Irodalom alapján. Az egyik kockázat, hogy az adatkezelés, tárolás egyszerűen megoldatlan a mai információs piacon, és ehhez nincsenek meg a szükséges ismeretek. A másik, hogy az adatokkal való visszaélés lehetősége egy kockázat, nagy kockázat. Tudjuk, nem tudják az adatközlők, akiről szólnak adatok, hogy mire használják fel, és ki mire használja fel az ő adatát. A transzparencia hiánya, ez szintén egy állandó kockázatos probléma, és így tovább. Úgyhogy az adatok gazdagodása és adatszám, stb. Burjánzása felveti a súlyos kockázatokat, amik közül néhányat említettem. Menjünk tovább. A következő, az ötödik kihívás. Ez hogy van most? Ott jó. Az ötödik kihívás, ez nagyon érdekes. Azt akarja illusztrálni ez a
kis térkép, hogy a világban, a világgazdaságban megváltoznak a súlypontok. És egy történelmi kép akar ez lenni. Honnan is indult a világgazdaságnak, hogy mondjam, a árutermelés, szolgáltatás termelés viszonylag a gyűjtögető társadalom utáni bölcsője, hol ringott? Kérem szépen, az ábra ugye azt mutatja, hogy valahol Afganisztánban, a mai Afganisztánban, ból indul ki ez a folyamat. Ezt a McKenzie híres Global Institute készítette ezt a rajzot, és gyakorlatilag a világgazdaság súlypontja Ázsiából indult el, méghozzá körülbelül 800 évig ott rostokolt ez a bizonyos lehetőség, Ázsiában, azon térfélen. Tehát Afganisztán, északabban Üzbegisztán van ott, ugye Szamarkand, meg ilyenek vannak azon a vidéken, ami hát ma részben Oroszország, nem most már önálló, persze Oroszország volt korábban. Na most akkor ott van Oroszország, ott átlép, és akkor áttevődött Európába a központ, és később pedig áttevődött a központ, rosszabb térkép technikailag, Észak-Amerikába. És akkor most egy világkörútról a térkép szerint visszatér újból az ázsiai területekre a világgazdasági központ. Ezt lehet úgy is mérni, hogy a GDP-nek, a világ GDP-nek hány százaléka van mondjuk Kínában és USA-ban. Pillanatnyilag még az USA vezet, de csak egy, majdhogy nem egy hajszállal Kínához képest. És azt várják, hogy ha ez a USA legyőzése téren bekövetkezik, ennek borzasztó erős világgazdasági lélektani hatásai is lesznek, hogy már nem az USA a fő gazdasági faktor a globuson. Úgyhogy ezt a két vonalat egy kicsit lejjebb kellett volna, de a földrajzi méretek nem nagyon tették lehetővé, tehát ez pontatlan, így formailag, de mutatja az irányt, hogy oda-vissza történik a világgazdasági súlypont mozgása, hát a ismert történelemben. Úgyhogy ez egy rendkívül fontos kihívás, ma is már, hát lássuk csak a kínai-amerikai kereskedelmi háború játszmáját, ami hát egy kicsit fájdalmas lélektanilag. Egyszer szigorodnak a felek, utána kibékülnek, stb. De játék megy tilítulni már egy-két-három hónapja, és még el is fog tartani a választások utáni idejükig. A geopolitikai szempont nagyon fontos, hogy hol van a világgazdaság, hogy mondjam, többsége, súlypontja, és milyen irányú változások történnek ezen a téren. A közgazdaságtan ilyen mértékre nincs felkészülve, egyáltalán nincs felkészülve. A földrajz és a közgazdaságtan ugye szorosan találkozik, és a politika tudomány. A hatodik kihívás, amit említenék, a pénz a digitális korban. Igen. Itt egy olyan ábrát látunk, hogy különböző úgynevezett pénzfogalmak hogyan oszlanak meg a mekkorák a világban. A nagykör a 90 milliárd dollárnyi nagykör, 90.400 milliárd dollárnyi nagykör, ez az úgynevezett készpénz. Ez az M1 pénz, ami nem más, az M1 a középső kör, a 29 ezer milliárd, elnézést kérek. Igen, ez a készpénz, tehát dollár, tehát forint, stb. Ez az olyan pénz, ami azonnal felhasználható, tehát úgy mondjuk, hogy a likviditása nagy ennek a pénznek, itt nem kell semmit várni, egyszerűen előveszük a zsebből a készpénzt és működünk vele. A második, az M0-as pénz, az ugye egy kis összeg, ezt most nem mondom, a M3 pénz pedig,
az úgynevezett értékpapírokkal kibővített pénz, amik a értékpapírokban, részvényekben, stb. Van a pénz, és azt is pénznek számítjuk, csak az egy más lekötött egy időre, például nem használható fel, stb. Stb. Tehát egy hatalmas mennyiségű pénz mozog a világban, ha ezeket összeadjuk, az 90-120, kb. 130-140 ezer, pardon, ezer milliárd. Na, a nem vesző van, hanem igen, ezer milliárd. Most ennek a pénznek a sorsa óriási jelentőségű a jövő szempontjából, hogy hogyan alakulnak ezek az arányok, egy-kettő, és mivel, milyen pénzekkel lesz megtöltve ez a pénztok, ha úgy tetszik. Úgyhogy ez ma egy nagy kérdőjel, és pillanatnyilag nincs rá egyértelmű válasz. Ennek a részeként megmutatnám a digitális jegybank pénz témakörét kutató jegybankoknak a világát. Szóval ezekben a jegybankokban, hát látjuk a Bundesbank, a német jegybank, a angol jegybank, a BOC, stb. A Fed, ez az amerikai jegybank, és mások. Szóval ezek elég sok helyen már komolyan foglalkoznak a digitális jegybankpénz bevezetésével. Tulajdonképpen digitális jegybankpénzt váltaná le a készpénzt. Tehát azt, amit ma készpénznek értelmezünk, az meg fog szűnni, ahelyett egy digitális jegybank, központi kibocsátású digitális jegybankpénz fogja a tranzakciókat a lakosság, stb. És a vállalatok között intézni. Tehát ez most már napirenden van a világ fő meghatározó központi bankjaiban. Áttérnék a második témámra. Most ilyen kihívásokkal néz szembe a közgazdaságtan és a társadalom szélesen. Ez mindenkit érintő kihívások. De a közgazdászokat különösen, mert nekik ezekre a kihívásokra válaszokat kell adni fokozatosan. És egyáltalán nincs felkészülve erre a szakma. Most itt megkísérelnék egy pár új ilyen általános elméleti követelményt felvázolni, hogy mire van szüksége a közgazdászoknak, közösség tudománynak és gondolkodásnak. Egyszerűen azt mondhatnám, hogy a gazdasági működést meg kellene egyszer már végre érteni, hogyan működik a gazdaság. Ugye van ez a mainstream gazdaság, ez a pénzkapitalista gazdaság, ami hát eluralkodott a világban, és miért tudott eluralkodni, vagy miért áll még mindig fel? Én ezt abban látom, hogy elnyomták minden alternatív javaslatot, amit kidolgoztak különböző műhelyekben, helyeken, csendben sajnos, de nem tudtak áttörni a mai napig az alternatív gazdasági javaslatok, elméletek a mainstream betonfalain. Tehát nem igaz az, hogy nem volt alternatív elképzelés a közgazdaság területén. A második, amit kiemelnék, hogy a homo economicus emberkép helyett másra van szükség. Mi a homo economicus emberkép? Az, hogy az egy alaphipotézise a közgazdaságtannak, hogy az ember racionálisan dönt. Minden döntését racionális megfontolások vezetik, és ezt követi, megfelel a valójában a valóságos helyzet alakulásnak is. Most ez nem bizonyított ez az elméleti alapállás tétel. Tulajdonképpen úgy látjuk sokan, hogy egy más típusú, nem a homo economicusra alapozott, racionális talapzatú közgazdaságtani szemlélet kell, hanem egy viselkedéstudományi alapú közgazdaságtanra és ismeretekre van szükség, ami sokkal bonyolultabb. De a történetben voltak ilyen próbálkozások, például az intézményi iskolák, a német intézményi iskolák, történeti iskolák, minden. De messze nem kidolgozott a közgazdaságtan
a viselkedés területe szempontjából. Harmadik, hogy a pénzügyi rendszer nem kielégítő ismerete is egy probléma. Csak a közgazdászok a reálgazdaságban gondolkodva, tehát élelmiszertermelés, mezőgazdaság, szállítás, stb. Ügyelnek a szabályszerűségekre, amennyiben ilyet lehet megállapítani. A pénzügyi rendszer az integráltan nem szerepel a reálgazdasági mérlegelések között tudományos értelemben. Gyakorlati értelemben igen. Egy beruházást végző vállalat nagyon sokat biberődik a pénzforrásokkal és hitellel, stb. És annak terheivel. De a közgazdaságtanban ez nem épült be megfelelően. Nincs hely rá pillanatnyilag, vagy nem. Igen. A pénzügyi rendszernek ma már önálló ciklus értelmezése is van, tehát nem csak a gazdaságnak van fölle hullámzás, a ciklus mozgása, hanem a pénzügyi rendszernek függetlenül a reálgazdaságtól is van hosszú távú, általában hosszabb távú ilyen ciklus mozgása. Ha elindulnak bizonyos pénzügyi folyamatok, akkor azok generálnak, involválnak következőket. Tehát most már a helyes hozzáállás az tulajdonképpen közgazdasági szempontból, hogy a reálgazdasági ciklusok mellé oda kell tenni a pénzügyi ciklusokat is. És azok vagy pozitívan, vagy negatívan hatnak a reálgazdasági szférára. És persze viszont a reál szféra is visszahat a pénzügyi ciklus alakulására. A következő, amit megemlítenék, mint új szempontot, új követelményt, a formalizált matematikai modellszemlélet, amit hát bőven támogatott a mainstream a mai napig, ezt a tulajdonat meg kell törni, és nem lehet matematikai egyszerűsített modellekkel a gazdasági döntéshozatalt gazdagítani és elismerni. Én mikor közgazdász pályát kezdtem, én is megpróbálkoztam a matematikai modellezéssel. A kandidátus értekezésemet is egy abszolút matematikai disziplinából, a lineáris programozás árnyékár rendszeréből írtam, ami a valós árnyékárat matematikailag álltotta elő. Azt az árakat, ami valóságban működött, szimuláltan álltottuk elő a modellekkel. Igen, csak amikor összevetettük, és kiderült, hogy mindig a valóságos árviszonyok voltak a meghatározók, és a győztesek is nem a mi modell számításunk. Tehát én akkor kezdtem rájönni, hogy itt ez egy furcsa, felesleges félrevezetése a közgazdaságtannak, hogy matematikai modellekkel lehúz valamit, rátesz egy modellt valamire, és akkor abból írnak disszertációkat, a PhD-sok, két hete voltam Szegeden, tele volt matematikával, és megkérdeztem, hogy mi a szösznek ez, kisasszony. Mit mondja meg a következtetést ebből? Hát ez jött ki, így, meg így, ez mindenféle statisztikai tesznek eleget tesz. Mondtam, hogy ezt elhiszem, de mi az értelme, hogy ezt csinálta? És ez munkai értekezetén is már, vagy vitán, ugyanezt elmondtam. Kértem tőle, hogy kérem gazdagítsa. Megmondtam, hogy körülbelül 20 oldallal kell többet csinálnia ezért, hogy a konklúziókat is levonja. Visszajött a védésre a dolgozat, 3 plusz oldal volt benne. Tehát egy picike csak. Hát így kérem, döntés előkészítést és megalapozást nagyon nehezen lehet elképzelni közgazdasági oldalról. Tehát több elméleti logikai elemzés kell, tényfeltárás, a valós folyamatoknak a analízise, és nem pedig absztrakt formális matematikai modellezés. A közgazdaságtani jellemzője, így általános módszertani oldalról, elméleti oldalról, hogy túlságosan befelé fordul. Tehát nem lép ki a vizsgálat gazdasági köréből. Most elkerülhetetlen, hogy nyisson a közgazdaságtudomány más tudományok felé. Fel lehet szólni a lélektantól, a társadalmi lélektantól, a geopolitikán keresztül mindenfelé.
a természettudományok felé jobban. A interdisziplinális kapcsolatokat kell a közösségtudománynak képítenie más területekkel. Végül azt, hogy az eltipró verseny, tehát a kegyetlen verseny, amiben sokszor látjuk, hogy a vállalatok kiindulnak, tehát hogy az erősebbek olyan helyzet teremtenek a kicsik számára, stb. Stb., hogy egyszerűen képtelen talpon maradni. Ehelyett egy szemléletváltás kell, egy segítő, szeretet alapú, megértő együttműködésre van szükség, közösségben is, hogy tükröződjön, hogy ez segítse a valóságban is, hogy így alakuljon, másodszorban pedig ennek legyen helye, ennek a kooperatív, együttműködő szellemnek, mögötte pedig egy megbecsülés, egy szeretet kultúra hiányzik, és hát én arról meg vagy győződve, hogy ez el fog következni egy ilyen állapot. Most akkor nézzük tovább. Az új gondolkodással milyen célt akarunk elérni? Én erről nem olvastam sehol semmit, sok mindent lehet olvasni, de én két fő célt tartok fontosnak és meghatározónak. Az első cél, hogy méltányos és egyenlő életminőséget elérését munkálja ki és segítse a közgazdaságtan. Másnak is ezt kell tennie. És erre legszebb példa az ismert butáni példa, ahol az élet, a boldogság ugye komplexen áll előtérben, mint életstílus, nem pedig néhány mutatóval leírható helyzet. Hát itt megint visszatérek a GDP per fő indikátorra, ami ebben a széles összefüggésben tökéletesen alkalmatlan. Lehet csinálni azt is, egyfajta nemzetközi összehasonlítást lehet, de bebizonyítottam azzal ábrával, hogy eltérnek a még egy kis korrektív esetén is a osztálypozíciók egymástól. Na tehát ez a legfontosabb cél, hogy ezt szolgálja jobban az új közgazdaságtani gondolkodás. A második, a szélesebb körű fenntartható fejlődés. Fenntartható fejlődés, nem fenntartható növekedés, fejlődés, ami egy organikus fogalom számunkra. Ennek az elérése a második cél. Na most itt a gazdaság jobb megértése, az általános követelmény szintén. Ugye ennek a szélesebb, vagy a fenntartható fejlődésnek ma három pillérét szokás említeni. Három oszlopát, a gazdasági oszlop, a környezetvédelmi oszlop és a szociális oszlop. Ez a három. Ez ma már nem elég. Az új követelmények számára a közgazdaságtannak bővítenie kell ezt a fenntartható fejlődési hármas oszlopot. Legalább szerintem három újjal ki kell egészíteni. Egy, az innovációval. Az innováció a kihívásokból is láttuk, meg ezt tudjuk, hogy ez rendkívül fontos. Sokak szerint egyfajta innovációs társadalmi kibontakozás elején vagyunk. És ez összefügg a termeléssel, összefügg a környezetvédelmi innovációk világával és az emberrel is. És hát ma olyan jelentősnek ígérkezik pillanatnyilag, hogy én azt hiszem, hogy ezt egy külön negyedik oszlopnak kell tekinteni a fenntartható fejlődés számára. A következő a jó kormányzás. A jó kormányzás. Ezt nehéz definiálni, sokan megpróbálták már, de azért a jó kormányzás vagy irányítás a szabályozás és a tervezés miatt újból jelentős szerepet fog kapni, és szervező funkcióban is a jó kormányzás. És itt nem csak központi kormányzásra, tehát országkormányzásra gondolok, hanem lokális kormányzásra épp úgy. Sőt, háromszor lokális, nemzeti kormányzás és globális egyfajta valamilyen kormányzás, de ebben nem mennék bele, hogy milyen lehet. A harmadik oszlop, ami újonnal kellene, hogy szerepeljen, az nem más, mint a kultúra. A kultúra
szintén elkerülhetetlen az a kompetenciák gazdagítása miatt, és a hagyományok, a múlt származó hagyományok őrzése és annak erejének a felhasználása szempontjából. Úgyhogy ez a három, akkor már új plusz három régi, az hat lábon állna ez a kibővített fenntartható fejlődés, és a közgazdászok ilyen cikkeket nem láttam sehol, hogy javasolnák ezt meg azt így ebbe a koncepcionális keretbe betenni. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ezt ki kell jobban munkálni, és nem egyszerű a feladat, mert itt átfedések is vannak, de hát a három oszlopnál is átfedések vannak, a gazdasági, szociális ügyek, és csak itt most már 60, akkor a hatnak a kapcsolatrendszerét, mert nem ezek önállóan érdekesek, ezek az oszlopok, hanem hogy milyen szövet köti őket össze egymással. Azt kimunkálni kell szisztematikusan az új közgazdaság gondolkodás eredményeként. Végül megemlítem, hogy a mesterséges intelligenciát ennek a két célérésének szolgálatában hát lehet és kell állítani, és ez a folyamat már elindult. De végül ismétlem, hogy a pillérek közötti tranzakciók központi és lokális tervezése, koordinációja az rendkívül fontos. Hogy minél kimunkáltabb legyen a hat pillérnek az egymással való összekapcsolódása, oda-vissza. Ezek így működnek mindenben. Összefügg, egy hatalmas hálót kapunk itt, és ez lehetővé teszi a folyamatok tervezését. A tervezés nem arra kell gondolni, mint ahol a szocialista tervezés, központtervezés, hanem ez egy teljesen új, fontos eszközé válik szerintem a jövő embere és a társadalma számára. Globális megatrendek. Hát ezeket már a kihívásoknál is érintettem. Csak végig lapozok ezen, elérhető lesz ez az ábra. Éghajlatváltozás, globális melegház, ismerjük, párizsi klímamegállapodás, sorsos helyzete, stb. Föld népessége szintén. Itt csak annyi új van, hogy a föld népességére van egy becslés, hogy 2100-ba, tehát nem 50 év múlva, hanem 100 év múlva, majdnem 100 év múlva, mennyi lesz a népesség? 11 milliárd fő lesz, ami hát ez lesz a csúcsa előjelzések szerint, ennél tovább nem tud nőni a emberiség. Hát azért ez sem biztos, de pillanatnyi tudásunk szerint. Akkor szénhidrogén alapú gazdaság alkonya ugye itt van, és tehát itt alapvető kérdés, hogy hogyan lehet átalakítani a fosszilis energiás szénolaj gáz felhasználását, főleg megújuló energiaforrásokra. Itt nagyon lassú a fejlődés. Eurázsia felemelkedését említettem, Kína válik a történelmi Selyemút korábbi hát elindítója, szintén Eurázsia központi tényezővé. Végül a megavárosok. Na most itt nagyon ez egy érdekes. A megavárosok, mint fejlődési probléma úgy fog megjelenni, hogy ma 140 globális cég termeli a GDP 40%-át. Tehát itt borzasztóan ez az arány is. 70 vállalat termeli a világ GDP-nek a 80%-át. Ezek a multiknek, ezek a nagyobb. Akkor 64 globális várostérség és környezete, vagy megarégió, pedig a globális GDP 80%-át állítja elő. Tehát ez jelzi, hogy a jövőben is valószínű fennmaradnak, sőt fejlődnek ezek a globális nagy megarégiók. Ez az egyik nézet. De van olyan nézet, hogy ezek nem fognak tudni fennmaradni, hanem a lokális szétosztódás felé mozdulnak el,
van két nézet ebben a vonatkozásban. Ebből a szempontból Budapestet úgy említhetjük, hogy a Kárpát-medencét behálózó városhálózat egyik központja lehet a jövőben Budapest, és hát erre elég legvezetőbb politikusaink is erre időnként finoman hivatkoznak utána. Utalnak. A robot mesterségesen ismert, végül mit van itt, de ezek ismert dolgok most már. Ja, igen. A platform gazdaság. A platform vagy megrendeléses gazdaság általánosan teret nyer. Ez a megosztáson alapuló gazdasági mód. Erre jó példák a kiskereskedelem, hagyományos turizmus, pénzügyek. Tehát most már nem kell sehova menni, a fogyasztó elrendezheti a turista útját otthonról. Szóval szétosztódik a tevékenység. És ebből a szempontból a lokális gazdaságnak nagy lehetőségei vannak. Egyébként ezeket hívják összefogni a platformgazdaságnak. Igen. Pillanatnyilag ezek jövedelmezőek nagyon a hagyományosan szervezett üzleti modellekhez, struktúrákhoz képest. Végül a pénz, a megatrendnek tekintem a pénz digitalizációját. Erre már utaltam. Szóval pillanatnyilag a jegybankok ellene vannak minden ilyen kiegészítő pénznek, szuperpénznek, például a Librának, amit ugye a Facebook próbált bevezetni, azon az alapon, hogy ez magánvállalatok csinálják, és a mai gyanúsan működő nemzetközi vállalatok, azt nem lehetne megengedni a jegybankra, ma pillanatnyilag ez a álláspontja, hogy ők vegyék kezébe a világpénz ügyeinek a menedzselését, csak akkor is úgy, hogyha a kormányok is nemzetközi szervezetek ebben részt vesznek, és erre megfelelő biztonsági módszereket dolgoznak ki. De a digitális jegypénz, tehát a készpénzt felváltó digitális jegybankpénz, ez eléggé közel áll ahhoz, hogy a jegybankok ebbe az irányba lépjenek. Köszönöm a figyelmet!